Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok, így parancsolja ezt hazám szolgálata. Ez volt az utolsó mondata 1849. október 6-án Dezsőfi Arisztid magyar főtisztnek, az Aradon kivégzett 13 mártír egyikének. A vértanúkra emlékezve nyíregyházi diákok 13 fehér rózsát helyeztek el az evangélikus nagy templomban. Ez egy nagyon fájdalmas emlékképe és emléknapja a magyar történelemnek. Azt gondolom, hogy az évek során mégis egy nagyon magasztos érzésé nemesült. A puszta fájdalom mellett az emlékezés és egyfajta a néplélekbe, a magyar emberek lelkébe, mint egy beleégő minta és példa, a hűségességre, a nemzetért, a hazáért való áldozatvállalásra. És azt gondolom, hogy ez egy olyan erős nyom a magyar történelemben, ami a mai élő fiatalokat, a békeidőben született és békében fölnevelkedett fiatalok számára is egy nagyon fontos üzenet. A megemlékezésen Nyíregyháza alpolgármestere Úrik Attila történészként is szólt, mint mondta, a Ferenc József akaratát teljesítő táborszernagy Hajnaú, valamint az ítélet ellen Európa nagy része fellázadt. A közvélemény a magyarok mellett állt, hiszen megegyezéseket és törvénykezéseket is figyelmen kívül hagyva méltatlan halállal büntették a 13 magyar honvéd tisztet. Ez bizonyítja a legjobban az, hogy amikor Hajnaú 1850-ben Londonban járt, akkor életét alig tudta megmenteni a feldühödött munkások ellen, akik azt kiabálták neki, hogy szabadságot Magyarországnak, és vesszen a zsarnok, és egy temzeparti kis kocsmában tudott elbújni a feldühödött angol munkások előtt. Tehát ez mutatja azt, hogy több évvel már a szabadságharc leverése után is még ez a magyar küzdés, ez benne volt az embereknek a gondolatában, mind ahogy ez a miénkben most is benne van. A nyíregyházi megemlékezés délután a Damjanics szobornál folytatódott, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza vezetői, valamint iskolák képviselői is koszorúkat helyeztek el.